Köszöntöm Önöket! Ha nyár, akkor táborozás, legalábbis a gyermekek többségének. Mai műsorunkban azt láthatják, hogy mi mindennel tud foglalkozni egy táborozó fiatal Nagy Kanizsán. A junior séfeké a terep idén-nyáron is a Nagy Kanizsai Szakképzési Centrum, Túri György szakképzőiskola tankonyhájában. Ezúttal három turnusban kóstolhatnak bele a kicsi kupták a gasztronómia világába, a Rafi tehetségműhely és tanoda szervezésében. Tavaly kísérleti jelleggel kapcsolódtunk be ebbe a programba, és a szervezőkkel együtt arra voltunk kíváncsiak, hogy egyáltalán a gyerekeket ez mennyire érdekli. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gasztronómia nagyon népszerű, divatos, hiszen a televízióban, a rádióban, illetve hát az újságokban is mindenhonnan lehet róla olvasni, illetve hallani. Népszerű a tábor, azt tudom elmondani, hogy a tavalyi évben az egy turnus most már három turnusra emelkedett, illetve a létszámban is növekedtünk, hiszen legalább 26 fővel megy egy-egy turnus. Az érdeklődésüket tekintve a tanulók 10-től 14 éves korig jönnek hozzánk. Az érdeklődésük az maximális, illetve tudással is rendelkeznek. Ahogy említettem, a tévéből, rádióból, újságból híreket hoznak, illetve van már valami alap, amivel rendelkeznek a gasztronómiával kapcsolatban. Azért jöttem a táborba, mert szeretek főzni, és itt ki tudom élni magam. Nekem nagyon tetszik a főzés, és az unokatesóm szakács, és szeretnék anyának segíteni a főzésben, meg még főzni neki néhány dolgot. Szeretek nagyon főzni, és a mamámnak mindig szoktam segíteni, meg anyának is, és így hát kipróbálni, hogy milyen ez a szakácság, meg minden, és így, hát, így meglátjuk, hogy szakács szeretnék lenni, vagy így most így kicsit elveszi a kedvem ez a főzőtábor. Miért szeretsz főzni? Mi jó a főzésben? Hát azért, mert sok ételt meg lehet tanulni, hogy mondjuk anyától, apától, nagyszülőktől minden, és hogy akkor ezeket tovább tudom vinni majd, hogyha esetleg mondjuk nagyobb leszek, és akkor elköltözök, és akkor én is tudok magamra majd főzni, meg ellátni magamat. Elsősorban próbáljuk őket megismertetni a konyha világával. Nagyon fontos elmondani azt, hogy ez egy veszélyes terület, tehát munkabiztonság, élelmiszerbiztonságra is kitérünk az elején, mi az a nagyon fontos dolog, pár dolog, amit be kell tartani, illetve ezt követően megismerkednek az alapanyagokkal, megismerkednek gépekkel, a segítségünkkel használják a gépeket, illetve elsajátítanak olyan technológiákat, a főzést, a párolást, a olajban sütést, amelyeket már otthon is ismerhetnek, és ezt is segítséggel kipróbálhatják. A gyermekek ízelítőt kapnak a francia, az olasz, az ázsiai, a spanyol és a magyar konyha világából. A tábor a gyakorlatra fókuszál, így nem csak elméleti szinten bővül tudásuk, hanem a gyermekek konkrét fogásokkal gazdagíthatják főzési tudásukat. Azt mondtuk, hogy tematikus legyen ez a pár nap. 5 napot gondoltunk, és az 5 napon talán inkább azt mondhatom, hogy a divatos konyhákat, a divatos nemzeteket vettük elő. A francia konyhából próbáltunk olyan gyerekek által is elkészíthető termékeket keresni, amelyek akár a reggeli, akár az ebéd köztes étkezéskor megjelenhetnek. Olasz konyha, a tészták világát ismerhették meg a táborozók, illetve most az ázsiai konyhánál tartunk, ilyen napunk még nem volt, úgyhogy számunkra is eléggé érdekes, de azt mondhatom, hogy a gyerekek is már rendelkeztek ismeretekkel, tehát tudunk mire alapozni, készítik a termékeket. Aztán következik majd a spanyol konyha, egy kis paellával, ezt is kedvelik, hiszen rizses étel. Alapanyagok között szerepelni fog majd a tenger gyümölcse is, ami talán egy kicsit kuriózum, illetve a desszerteket is úgy állítjuk össze, hogy azok hasonlítsanak a magyar konyha remekeihez, de átültetve a nemzetközi konyhába akár ők is elkészíthetik. A tábor egyik célja, hogy a hétköznapokban is a konyha világa felé terelje a fiatalokat, bár a legtöbb táborozónak nem ismeretlen a főzés világa.
tapasztalatom szerint folyton a nagymamára, illetve az anyukára hivatkoznak. Én ezt már anyával készítettem, a nagymamával pedig úgy készítettem. Ez egy nagyon jó dolog, ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy a hagyományok tovább adhatóak, és ők erre fogékonyak. 10 éves kortól érkeznek, azt nem tudom elmondani, hogy 10 éves korban még kevés a tapasztalat. Vannak arra példák, hogy egy 10 éves óriási tapasztalattal rendelkezik, illetve a 14 éves most még azért szeretne megismerkedni a konyha világával, mert otthon marad egyedül, és a szülő azt szeretné, hogy ő is el tudjon készíteni magának egy-két ételt. Ilyen is tapasztalatok azt mutatják, ilyen is van. Nyugodtan engedjük be a gyereket a konyhába, de ahogy említettem, kipróbáltuk, hogy egy 10 éves mit lát a konyhából. Tehát vannak korlátai, illetve mi azt tapasztaljuk, hogy elfáradnak. Az a fajta tevékenység, ami a konyhában van, reggeli készítés után ebédkészítés, ez fárasztó. Tehát valami korlátot kell majd szabni, lehet, hogy a 10 éveseknek vagy a fiatalabb korosztálynak majd más tematikával egy kicsit zsugorított tematikával indulunk, talán a reggelit kihagyjuk, de én úgy érzem, hogy nagyon jól érzik magukat a gyerekek és mi is ezáltal. A saját maguk által elkészített ételcsodák elfogyasztását követően a gyermekek más programokon, így például üzemlátogatásokon is részt vesznek. S hogy vajon a táborozókból lesz-e szakács a jövőben? A szakács szakma addig népszerű, amíg látjuk a televízióban, hogy hogyan, miként lehet ételeket készíteni, aztán utána megtapasztalják azt a fajta milliót, illetve azt a veszélyes környezetet, ami ezzel együtt jár. Innentől kezdve csak azok maradnak a szakmában, akik ezt el tudják fogadni. Egyébként véleményem szerint népszerű. És azt szeretném, az is maradna. Talán ez is egy út, hogy népszerűsítsük a szakmát, illetve hát az iskolánkat is. Sétáltatás, simogatás, tanítgatás, kutyákat és gyermekeket egyaránt. Zömében ezzel telnek az ifjú állatvédők és a héten rájuk bízott ebek napjai. A héten rendezik ugyanis az állatmenhely immár hagyományos táborát. Az állatmenhely most már több éve, talán 15 éve szervezi a kutyás táborokat, eleinte 2 turnusba, most már csak 1 turnusba, és napközis táborba mentünk át a kezdeti ottalvósból. De szerencsére így is ilyen népszerű maradt, mint amilyen volt. Nagyon sok gyerek jött most is hozzánk, meglepően kicsik, tehát nagyon fiatal a mostani csoportunk. A héten összesen 24 fiatal ismerkedik a kutyákkal és a velük való bánásmóddal. Van 1-2 visszatérő táborozó, de évről évre újabb ifjú állatvédők jelentkeznek. Szeretnek idejönni, szeretik a kutyákat. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos is nekik. Aki kutyát tart otthon, annak mindenképpen célszerű megtanulni a kutyával való bánásmódot. Itt a viselkedésükről, az igényeikről, egyáltalán a kutyákról próbáljuk őket tanítgatni, és hát egy ilyen alapkiképzési dolgokat is, hogy lehet egy kutyának parancsolni, hogy a gazda az gazda maradjon, és ne ő kerüljön a rangsorba hátra. Tehát ezek mind fontos dolgok, főleg a gyerekek részére, hogy ők ezt így már megtanulják. Voltam már, és azért jöttem, mert tavaly nagyon tetszett. És mi volt jó a táborban, hogy akkor idén is eljöttél? Hogy nagyon aranyosak voltak a kutyák, és jó trükköket csináltunk velük.
Először vagyok itt ebbe a táborba, és azért jelentkeztem, mert szeretem az állatokat, a természetet, és a mamámnál is van sok állat, és szeretek sétálni is. Az önfeledt kutyázás mellett persze kemény munka is folyik a táborban, hisz sok mindent tanulnak az ideiglenes gazdik és az ebek is. Reggel megkapják a gyerekek a kutyákat, most már a második napon mondhatom, hogy nagyon ismerősnek tekintik már egymást, már nagyon összemelegedtek, és kijövünk ide a sétakertbe. Itt tartjuk a foglalkozásokat, van egy régi visszajáró segítőnk, aki gyakorlatilag átvette a táborvezető szerepét, ő tartja nekik a foglalkozásokat, nagyon, nagyon tényleg kutyabarát, gyerekbarát, és nagyon jól is ért hozzá, úgyhogy ő ilyen foglalkozásokat tart, beszél nekik a származástól, a betegségektől kezdve mindenféléről, ami a kutyával kapcsolatos, megmutatja a gyakorlatban, hogy kell egy kutyához hozzányúlni, mikor támad, hogyan vegyük észre azt, hogy most morog, vagy a másikkal éppenséggel hogy lehet összebarátkoztatni, hogyan kell láb mellett menni a kutyának, hogy lehet neki parancsolni, úgyhogy szeretettel, de mégiscsak kellő határozottsággal. Jó gyerekek, erre fog menni a kör, láb. Szépen láb mellett van a kutya, láb. Nem engedünk helyet a kutyának, szépen maguk mögött tartjuk. Ha jól csináljuk, akkor csak annyit kell tennünk, ha elmegy a kutya, hogy szépen a combunkra csapunk, és már vissza is kerül. Megfordulunk, a kutya felé fordulva, a kutyát magunk előtte elkísérve, áttesszük a kezünkbe, a hátunkat megint áttesszük, közben a kutya jön a forrással együtt. Ha elég feszesen tartjuk, akkor mire megfordultunk, a kutya itt van velünk, és már mehetünk is tovább. Kocsor András még mint ifjú táborozó ismerkedett meg a nagykanizsai menhely munkájával. Állatok között nőttem fel, engem úgy neveltek, hogy a környezetvédelem nagyon fontos, ezért is hoztak el ebbe a táborba még annó már majdnem 20 évvel ezelőtt. Azután itt ragadtam, egy idő után már főtáborosként, segítőként és aztán felvigyázóként, tanítóként. A jelenlegi szegeti fiatalember nem csak az állatok világába vezeti be a fiatalokat. A tábor úgy működik, hogy mindenki kap egy kutyát, a velük való foglalkozással, hozzájuk való ragaszkodással szoktunk beszélgetni. A kutyák tanítása, elsősorban inkább a kisgazdikat tanítjuk a kutyákkal való foglalkozásra, illetve a kutyusokat próbáljuk egy kicsit megörvendeztetni azzal, hogy kijöhetnek, sétálhatnak, körülnézhetnek a környéken. Minden nap tartunk egy kis beszélgetést, főleg a kutyákról, de általában a természetvédelemről, a globális klímaváltozásról szoktam velük beszélgetni, hogy legyenek ezzel tisztában. Leginkább ilyesmik vannak. A kutya lelkivilága, hogyan kommunikál, hogyan viszonyuljunk hozzá, hogyan tartsuk úgy, hogy ez a gazdinak is és a kutyusnak is jó legyen. Nem úgy van, hogy ide kijövünk, és akkor itt mindenki az ölébe veszi a kutyát, és csak simogatja, hanem itt foglalkozni kell vele. Megtanítjuk velük, hogy a kutya az szeretettel, de határozottsággal kell velük bánni, ugyanúgy, mint egy gyereknevelés tulajdonképpen, csak ők most a kutyát nevelik. Összeszedik utána az ürüléket, hogyha úgy sikerült. Tehát ezzel kötelezettségek is vannak a kutyával, nem csak az, hogy most ilyen kedvem van, most simogatom, vagy nincs kedvem, akkor nem simogatom. Igyekszünk azt megtanítani nekik, hogyha egy kutyával van az ember, az nem csak feltétlenül szórakozás, hanem felelősség is. Igyekszünk megtanítani a gyerekeknek, hogy a kutyával kutyaként bánjanak, és hogy tisztességben, boldogságban rendben tudjanak felnőni. A kutya nem elsősorban hobbi, hanem felelősség és társ. Ezt megpróbáljuk a gyerekek fejébe is beverni, hogy aki kutyát akar, az minden aspektusával számolnia kell. Ez egy felelősség, ezt csinálni kell, a kutya akkor is el kell, hogy menjen sétálni, és akkor is meg kell tanulnia viselkedni, hogyha éppen esik az eső, vagy nincs kedvünk vele foglalkozni. A menhelyen lévő kutyákkal és a kutyatartással azonban nem csak a tábor keretein belül ismerkedhetnek az állatvédők. Így a tábor után nagyon sokan visszajárnak sétáltatni, mondjuk a nyári szünetre. Aztán egy részük megmarad későbbre is. De van olyan is, akik úgy egyébként jöttek kutyát sétáltatni, és most jönnek táborozni is, mert már ők ebbe úgy belejöttek. Aztán olyanok is vannak,
akik például most 5 segítőnk van, akik a kutyatábor tulajdonképpen itt levezénylik, ők mind táborosok voltak régebben, és most itt maradtak, mint túlkoros segítők. Úgyhogy ők most már nem kutyáznak, hanem gyerekeznek, kutyáznak együtt, úgyhogy ők viszik a tábort. A menhely, mint mindig, most is tele van, mindig is tele volt, és azt hiszem, hogy egy ideig még tele is lesz. Azért is fontosak ezek a táboros, sétáltatós, gyerekes programjaink, hogy ezeket a kutyákat egy kicsit visszaszocializáljuk, kicsit emberhez szoktassuk, és könnyebben örökbeadhassuk. Az ivartalanításuk is nagyon fontos, hogy ne szaporodjanak, és a így örökbeadott kutya nem fog tovább szaporodni. Itt a gyerekekkel is megtanítjuk, hogy az ivartalanítás az egy nagyon fontos dolog az állatvédelemben. A tábor igazi nyertesei a kutyák, akik kiemelt figyelmet és rengeteg simogatást kapnak az ifjú állatvédőktől. Kísérletek, vetélkedők, sportos foglalkozások. A Gyermekegyetem ezúttal is színes programokat kínál a fiataloknak. Az évek óta megrendezett napközis tábor a mai napig népszerű a gyermekek és a szülők körében. Pannon Egyetem Sós Ernő Víztechnológiai Kutatófejlesztő Központ és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány idén újra megszervezte gyerekegyetem táborait, amik nagyon népszerűek a gyerekek körében. Ez úgy gondolom, hogy dicséri a kollégáim munkáit. Egy alapos, előkészítő munka folyik mindig a táborok megkezdése előtt. A táborozók nem egyszer a központ laboratóriumában tevékenykednek. A gyermekek talán ezen foglalkozásokat élvezik a legjobban. A kollégáimnak a kíséretében, közreműködésében részt vehetnek kísérletekben, önállóan is elvégezhetnek kísérletet, és ez nagyon vonzó tud lenni a gyerekek számára. Mellette persze egyéb szórakoztató programok is vannak. Játszva tanulnak itt nálunk, próbáljuk az érdeklődésüket felkelteni a természettudományok iránt. Nem titkolt célunk, hogy a természettudományokat, amik egyébként is napjainkban a népszerűsítésük prioritást élvez, mi is egyre jobban és jobban népszerűsítsük már a kicsik körében is. Az élményekkel tanulnak is a táborozó gyermekek. A központ munkatársai igyekeznek minél érdekesebbé tenni a tábori napokat a legkisebbeknek és a nagyobbacskáknak egyaránt. Az életkornak megfelelően kapják a gyermekek a feladatokat, így játszva vezetik be őket a természettudományok világába. A laboraktivitás az mindig a gyerekek életkorának megfelelően van kialakítva, olyan laboratóriumi kísérleteket végeznek, amik az életkoruknak megfelelő, és természetesen nem jelent rájuk semmiféle veszélyt. Élvezik azt, hogy beöltözhetnek, hogy ők maguk önállóan elvégezhetik az úgymond csodálatos robbanást, puffanást eredményező mindenféle kísérletet. A mai nap párhuzamosan foglalkoznak a gyerekek kísérletekkel, 2 labort töltenek meg, elég nagy létszámmal. Fürdőbombát készítettek, aztán illatos szappant, illetve gumicukrot is, amit a tábor végén mind meg fognak kapni ajándékba, hazavihetik. Otthon elfogyaszthatják, illetve ki is próbálhatják, használhatják mindezeket. A tábor népszerűségét mutatja, hogy a visszatérő kisdiákok mellett
újabb és újabb táborozók ismerkednek a kémiával és a biológiával. Én szerettem volna egy ilyen laboros táborba menni, ahol kísérletezünk, és ugye anya mondta nekem, hogy van ilyen tábor, és akkor én el szerettem volna jönni, de... Mi mindent csináltatok eddig, mi tetszett a legjobban? Nekem a gumicukorkészítés. Szeretek főzni is, meg tehát szoktam otthon csinálni olyanokat, hogy keverek össze dolgokat, és hogy mi lesz belőle. Én azért jelentkeztem ebbe a táborba, mert én szeretek együtt lenni a másokkal, meg barátkozni, és csapatmunkát végezni. Te már nem először vagy itt ebbe a táborba. Gondolom tetszett, azért jöttél vissza. Mi jó itt? Miért érdekes ez a tábor? Szerintem azért érdekes, mert sok kísérlet van, érdekes dolgokat tudunk meg, amiket még nem is tudtunk. Csak gondoltunk róla, hogy léteznek. A meghirdetett táborokon kívül azonban nyitott laborral a központ lehetőséget nyújt a további ismerkedésre, ezzel biztosítva a kis tudossá válást. Központunk dolgozói kollégáim nagyon fontosnak tartják a hátrányos helyzetű, de a természettudományok iránt érdeklődő tehetséges diákoknak a kiemelését, gondozását, és őnekik külön akár táboron kívül is nyitott laborral állunk a rendelkezésükre, tehát bármikor egyeztetett időpontba jöhetnek a gyerekek, és kollégáim próbálják bevezetni őket a vegyészet, a kémia világába. Műsorunk végén egy kis ismétlés, bár a szakemberek azt mondják, hogy nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a mese fontosságára. Nincs mese, mese van. E címmel tartott nemrég előadást Nagykanizsán Bajzát Mária, a Népmesekincstár mesepedagógia műhely szakmai vezetője. A szakember a Nagykanizsai Tankerületi Központ Neveléstudományi Konferenciáján ajánlotta a tanárok és tanítók figyelmébe a mesepedagógia eszközrendszerét és használatát az iskolában is. Minden gyermek igényli és szereti a mesét. A mesét, amelyet hallgatni kell. Az igazi mese nem a nézett mese, hiszen ekkor a gyermeknek nem adatik meg a saját képalkotás élménye, amely a belső fantázia működéséhez kapcsolódik. Nagyon-nagyon sok szempontból van szüksége az iskolásoknak a mesére. Az a gyerek, aki rendszeresen hallgat mesét, körülbelül másfél évvel jár a kortársai előtt szókincs tekintetében, egy évvel olvasási készség és szövegértési készség képesség tekintetében. Ez csak a tanulás része. De az a gyerek, aki napi rendszerességgel hallgat mesét, az gyakorlatilag egy olyan tudásbirtokába jut, ami abban segíti, hogy kapcsolódni tudjon a világ öt körülölelő elemeihez, kapcsolódni tudjon az őseihez, kapcsolódni tudjon a családtagjaihoz, kapcsolódni tudjon egy másik emberhez, azzal a fókuszált figyelemmel, amit a mese szövege gyakorlatilag gyerekből, felnőttből, öregből, fiatalból, nőből, férfiből kivált. A mese és a vers az egyetlen egy olyan szövegtípus, ami ezt az önkéntelen figyelmet generálja, azonban azoknak a gyerekeknek, akik a 21. század elképesztő mennyiségű külső képei között folyamatos agyi ingereltség állapotában vannak, sokszor ez a fókuszált figyelem a legnehezebb. Csendben lenni, nyugodtan ülni, a mese mindezt gyakorlatilag feltételezi, és bármilyen nehéz elhinni például egy hiperaktív gyerekről, hogy ezt az utat képes végigjárni. Bizony, hogyha van a pedagógusnak és a szülőnek türelme mesehallgatóvá nevelni és mesehallgatóvá szeretni, akkor erre szinte mindenki képes. Az lényeges, hogy milyen mese? Igen, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a gyerek egy óriási történeti szőttest
kapjon útravalóul. Ez a történeti szőttes, miközben én népmesékkel foglalkozom, és a népmesék elkötelezett híve vagyok, mégis úgy néz ki ez a portfólió, hogy az egyik szál benne a népmese. Generációk tudását őrzi. Az őseink hosszú-hosszú évszázadok óta adják át, mert olyan tudást őriz, amit át kell adni. A másik szál az a klasszikus mese, a klasszikus irodalom. A harmadik a kortárs történetek, a negyedik a vers, a líra, és az ötödik és a hatodik szintén nem mellékes szál, a családi történetek, amelyeknek segítségével a gyerek önmagát el tudja helyezni, a saját szűkebb környezetében, családjában tud kapcsolódni a gyökerekhez, és végül, de nem utolsóban az én mesék, ami magáról a gyerekről szól, és ott kezdődik, hogy egyszer voltam, hol nem voltam, anyukám és apukám megismerték egymást, megszerették, összeházasodtak, lett egy családunk, én megkaptam a nevem, és így tovább, aminek segítségével a saját történetét ismeri meg. Az a gyerek, aki történeteket kap, és színes, sokféle, a világ sok-sok tájáról jövő, de ugyanakkor nagyon sok a saját nemzet tudatát erősítő magyar mesét és történetet, az a gyerek a történeteken keresztül is kapcsolódni tud, akár fizikai szinten, akár szellemi szinten a saját kultúrájához, és olyan egyetemes emberi értékekhez, aminélkül föl lehet ugyan nőni, de sokkal nehezebb. A mesehallgatás tehát egyértelműen többet ad az élménynél. A népmesék, népdalok, találós kérdések és a nyelvtörők mind-mind beilleszthetőek egy-egy tanórába, mondja a szakember. Segíti többek között a testtudat, testcséma, testkép felfedezését, a gondolkodás, a képzelet, képzelőerő és a képi gondolkodás fejlesztését. Nagyon fontos lenne, hogy tanítók, tanárok, folytatva az óvodai hagyományokat, fontosnak tartják a mesélést, szakítsanak időt a mesére, nem másért, mint a mese öröméért, a mesehallgatás öröméért, és adjanak a gyerekeknek naponta egy-egy kicsi időt arra, hogy csak idézőjelben a mesélés kedvéért hozzájussanak egy-egy történethez. Nincs mese, kell a mese, akár a nagyobbaknak is. Ez volt mai Gézen Guzok műsorunk. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.